Rendben, akkor kezdjük el, és szerintem lehet, hogy valóban az evolúció lesz a legjobb kiinduló pont. Az evolúcióval kapcsolatban, ha esetleg valakivel vita támad az ügyben, hogy az evolúció az egy tény-e, vagy pedig bizonyított, és hogyan lehet érvelni az evolúció ellen. Az evolúció ellenében nagyon egyszerű az érvelés. Egész egyszerűen csak mindenkinek be kell írnia azt a keresőbe, hogy tudományos módszer. Akik angolul beszélnek, azok számára még egyszerűbb, mert scientific method, és ez még több eredményt fog szülni. A tudományos módszer pillanat. Tudományos módszer, ez ugye a Wikipédia. De biztos vannak ennél nagyszerűbb meghatározások is, azonban a tudományos módszernek megvannak bizonyos kritériumai. Az egyik ezek közül az, hogy van egy hipotézis, ami ugye a feltételezés, hogy milyen várható eredményt, vagy egyáltalán, hogy mi az, amit mi meg akarunk vizsgálni. Ezután van egy előrejelzés, ugye az alapján, hogy mi a hipotézis, az alapján feltesszük azt, amit mi várunk. Utána kell, hogy legyen egy ellenőrzés, és utána az elméletek elfogadása, illetve kutatási programok. Most az egyik részét kihagytam, ez pedig a megfigyelés és kísérletezés. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy az evolúció elmélete igaz és egy tudományos tény, akkor én azt javaslom mindenkinek, hogy kérdezze meg vagy magától, vagy attól, aki ezt terjeszti, hogy a megfigyelés, illetve a kísérlet része az hol maradt a dolgoknak. Ki az, aki megfigyelte az evolúciót, és ki az, aki kísérleteket végzett, hogy bebizonyítsa, hogy ez egyáltalán lehetséges. Ez a tudományos módszer egyik feltétele, hogy megfigyeljük, illetve kísérleteket végezhessünk azzal, amit feltételezünk. Szintén a Wikipédián ezt olvashatjuk. A modern tudomány születését sokan Francis Bacon Novum Organum című művétől számítják. De még ha nem is akarják ennyire egy eseményhez kötni, a 17.-18. század környékére teszik a születését. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a modern tudomány kialakulását az empirizmushoz kötik, azaz, hogy az empiria explicit hangsúlyozását tekintik annak a fordulópontnak, mellyel a tudomány a középkori vallástól és az akkor spekulatív filozófiától elszakadt. Akkor, ha nincsen megfigyelés, mert ugye nem lehet az evolúciót megfigyelni, nincsen kísérlet az evolúcióra, akkor miben különbözik az evolúció a vallástól vagy a filozófiától? És én tudom, hogy ez fájdalmas azok számára, akik elhiszik a beszélő majom témát, azonban akármennyire is fájdalmas, az nem jelenti azt, hogy nem ez az igazság. Amennyiben nem lehet megfigyelni, és nem lehet kísérleteket végezni, az nem lehet tudományos. És az evolúció esetében nem lehet kísérleteket végezni, és nem lehet megfigyelni, hiszen több millió vagy több milliárd évet nem lehet megfigyelni. Úgyhogy, amíg valaki nem hoz ide egy majmot, ami már esetleg tud beszélni, de nem tud autót vezetni, vagy egy olyan gyíkot, aminek tolla van, de nem tud repülni még, addig sajnos az evolúció ugyanolyan hitet igényel, mint a teremtő. Olyan, azzal a különbséggel,
hogy az evolúciónál tudjuk, hogy emberek elméleteit fogadjuk el, olyan emberek elméleteit, akik világ életükben azon mesterkedtek, hogy megtévesszék az embereket. És nagyon sikeresen, hogyha körülnéz. Úgyhogy az evolúcióval kapcsolatban csak ennyit, hogy a megfigyelés és a kísérlet az hiányzik sajnos a tudományos módszerhez, így az evolúció nem lehet egy tudományos törvény vagy tény, hiszen nem felel meg a tudományos módszer kritériumainak. De mellesleg ezt is olvashatjuk ugyanitt. A tudománynak vannak ezen kívül számos jellemző, de nem szükséges és nem minden tudományban használt eszközei. Ugye természetesen ez nem szükséges, nem mindenhol használt kvantitatív leírás, ez azt jelenti, hogy a tudomány összefüggéseit számszerűsítik. Mértékegységek használata, mérés, mérőeszközök igénybevétele, kísérletezés, reprodukálhatóság, bla bla bla. Szóval a megfigyelés és kísérletezés a tudományos kutatás alapja. Elolvasom még egyszer. A megfigyelés és kísérletezés a tudományos kutatás alapja. Akkor hogy lehet, hogy az evolúció egy tudományos tény, mikor nem lehet se megfigyelni, se kísérleteket végezni ez ügyben? Ennyit az evolúcióról. Haladjunk tovább, mert ennél vannak fontosabb dolgok, és mindenkit üdvözlök, aki bekapcsolódott időközben, és nagyszerű, hogy részt vesz. Amennyiben vannak kérdések, azokat meg fogjuk vizsgálni. Az ember tragédiája. Az egyik kérdés, hogy mi a vélemény az ember tragédiára. Az az igazság, hogy én talán olvastam az ember tragédiát, én mindig is rüheltem olvasni ezeket a dolgokat, de szerintem ahogy, ha azt gondoljuk, vagyis azt feltételezzük, már pedig gondolom, aki most itt jelen van, az mind azt feltételezi, hogy a világot valamiféle rendszer irányítja. Van, igenis kell, hogy legyen egy összeesküvés, bármennyire is nevetségesé tették magát a szót. A helyzet az, hogy van egy összeesküvés. Tudjuk azt, hogy a média, a politika, a tudomány, az oktatás mind-mind része ennek az agymosásnak. Akkor miért feltételezzük azt, hogy Magyarországon más volt a helyzet? Vagy ha feltételezzük azt. Ugyanazok a dolgok mentek végbe Magyarországon, mint amik a világ bármely más pontján. Mint a tudományos módszert Francis Bacon nevéhez kötötték, Magyarországon is megvoltak ugyanezek a karakterek, akik irányították ezt a nagy agymosást. Ugyanúgy, hogy ma ezeket az embereket nem lehet kirobbantani a politikából, akár még ha bevallja, hogy hazudott az egész világnak, akkor sem lehet kirobbantani onnan. Ha tudjuk, hogy ellopnak mindent, hazudnak, csalnak éjjel-nappal, akkor se lehet őket eltávolítani. Ez így volt mindig, így is lesz. Azok, akik azt gondolják, hogy a magyar kultúra, a magyar irodalom, vagy a magyar versek, vagy szobrászat, építészet más, mint a többi, azt csak nézze meg, ugyanaz az összes, hiszen ezért voltak meg a korszakok, a művészeti korszakok, hiszen mindenhol ugyanazt csinálták, ahogy kijött az újabb és újabb program, mint a gótika, a reneszánsz, vagy a barokk, vagy az összes többi szemét. És én nem azt mondom, hogy nem szép, én csak azt mondom, hogy ez egy pogány művészet, és én nem vagyok benne biztos, hogy a teremtő jó szemmel nézi az összes mesztelen szobrot, ami Magyarországon van, meg a mesztelen nőkről készült festményeket, vagy férfiakról, vagy akármiről. Mindenhol, ahol az ember a hős, minden történet, ahol az ember a hős, vagy ami vers egy emberhez szól, az mind a teremtményt dicsőíti. Minden egyes szerelmes vers. És én nem azt mondom, hogy ez egy bűn, én csak azt mondom, hogy én nem vagyok rá kíváncsi. Ugyanúgy minden film. Egyetlen egy film sem szól a teremtőről. Soha egyetlen egy film. Nulla. Mindenről készült már film, mindenről, még
Pac-Manről és egy számítógépes karakterről, de lehet, hogy gumicukorkákról is készült már film, sőt, gumimacikról. Mindenről, de még a teremtőről egyetlen egy. Soha senki, egyetlen egy karakter sem ad hálát a teremtőnek. Istenről beszél mindenki. De a teremtőről még soha nem esett szó. Úgyhogy ez a véleményem az irodalomról, meg az egész szemétről, ami ehhez kapcsolódik. De nem azt mondom, hogy nem lehet olvasni, én azt mondom, hogy minek vesztegessem az időmet egy ilyen dologra, mikor fontosabb dolgok is vannak. És arról pedig, hogy mondom, minden történetben egy ember a hős. Az összes sztorinak az a lényege, hogy a hős megmenti magát, a világot, vagy a birodalmát, vagy a környezetét, azért, mert ő egy hős. Mikor tudjuk, hogy mi az, amit a teremtő tesz, és mi az, amit a teremtő kíván. Soha senki nem mondja azt, hogy a film végén, hogy köszönöm Jahuának, hogy segített, hogy legyőzzük az X-meneket, a gonosz X-meneket, vagy akár. Soha senki. És a rómaiakhoz 1:25 így szól, mint akik az Elohim igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgot tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Amin. Szóval, pontosan erről ír. Mindenki, aki arról beszél, hogy a magyar építészet, vagy ugyanolyan, mint az összes többi. Ugyanarról szól. Az embert dicsőíti a teremtő helyett. Ez a legnagyobb probléma minden, ami irodalom, vagy ami bármiféle képzőművészet akármi. Úgyhogy én igazából semmiben nem nézem. Ez nem jelenti azt, hogy másnak így kell gondolkodni. Én csak azt gondolom, hogy ha amikor eljön és rendet tesz, az lesz az egyik első dolog a listán, hogy ezeket a dolgokat eltünteti a föld színéről. Az összes mesztelen szobrot, festményt, az összes szerelmes verset, az egész dolgot eltünteti úgy, ahogy van. Ez szorosan fogja követni azokat, akik nem járnak a parancsolatokban. Mert az lesz szerintem az első dolga. Utána, ami megmarad, azt utána kitakarítja így. Egy kérdés, egy újszülött megkérdezte, mit mond az írás egy körülmetésen kívül. A megkeresztelkedés az egy döntés. Az, hogy körülmetéli, az egy dolog. Aki körülmetéli az újszülöttet a 8. napon, az azt jelenti számomra, hogy az a család úgy fog élni. Olyan szemléletben, abban a fajta életmódban, amit megkövetel az írás, tehát mire feljön a gyerek olyan korban, amikor döntés hozhat, akkor nyilván meg fog akarni keresztelkedni. Most, és nem rossz indulatban mondom, de egy keresztény család, aki... Egy pillanat. Egy keresztény család, aki vagy református, vagy mit tudom én mi, aki megkeresztel egy csecsemőt, az igazából olyan, mintha nem is csinálna semmit, hiszen amennyiben nem úgy él, akkor teljesen mindegy, hogy meg van keresztelve, vagy nem. A megkeresztelések megvannak a feltételei, de a legfontosabb az egészben az, hogy neki akarnia kell. Sőt, meg kell gyónnia a bűneit, mielőtt megkeresztelkedik. Sőt, ismernie kell a feltételét a szövetségnek, amibe belép. Hiszen ez egy szövetség, hiszen meghal az óember, és feltámad az új. Ez a megkeresztelésnek a lényege, hogy meghal a bűnnek és újjászületik. Egy csecsemőn egyrészt nem követette a bűnt, másrészt fogalma sincs arról, hogy mi a bűn. Szóval igazából nincs értelme megkeresztelni, nem tudja meghozni azt a döntést. Nincs is miért megkeresztelni, hiszen nem követette a bűnt. De nem, a legnagyobb probléma az, hogy nem tudja
meghozni ezt a döntést. Mert nem tudjuk megkérdezni, hogy egyáltalán érdekli. Mert egyébként nem mindenkit érdekel ez az egész út. Szóval nem mindenki akar ennek részese lenni. Valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy ő a teremtő, engem nem érdekel a mennyország, én itt akarok jól élni, és engem ennyi érdekel. És hogyha ha ő felnő egy ilyen emberré, mert gyerekkorától nem úgy nevelik, akkor azt nem lehet rákényszeríteni valakire, hogy ő akarjon ezen az úton járni. Mint ahogy én magam, ez volt az utolsó dolog, amit akartam. De így alakult. De hát engem is megkereszteltek, mikor csecsemő voltam, ennek ellenére megcsináltam mindent, amit nem kellett volna, meg az ellenkezőjét. Az nem hiszem, hogy azt jelenti, hogy én attól oda kerülök. Mert szerintem az elmélet az, hogy megkeresztelkedik, és onnantól kezdve szabad rablás van, és kocsimosás vasárnap, meg körömpörköl. De ez nem így működik sajnos. Úgyhogy az újszülöttet teljesen fölösleges megkeresztelni, meg lehet, de igazából nem ér semmi. Ezt a döntést az embernek meg kell hoznia magára. Hogyha ha meg akarja hozni. Ja, igen. Érdekes egyébként. A kérdés az, hogy mi történik a Fülöp-szigeteken, Rodrigo Duterte szerepe mi az új világrendben. Ugyanaz, mint Kim Jong-unnak. És egyébként én érdeklődéssel figyelem, amit csinál, plusz már nagyon régen, már a kezdet-kezdetén feltűnt. Megmutatom mindenkinek a Fülöp-szigetek logóját, vagy miért. Pillanat. Hát van egy pár. Az egyik az, most nem tudom, hogy ez hivatalos-e vagy sem, megosztom majd a képeket egyébként. Ezen ugyanúgy a három csillag van középen, de egyébként inkább megosztom a linket, és akkor mindenki megnézi. Ő ugyanolyan, mint Kim Jong-un, szerintem. És egy nagyszerű egyébként. Nagyon jó figyelni, amit csinál. Azon kívül, hogy egy bohóc, meg egy idióta, de ugyanolyan, mint Donald Trump. Ugyanúgy játssza a szerepét. Sőt, szerintem ez lehet, hogy csak azért feltűnő már, mert ennyit látjuk őket, de vagy lehet, hogy régen is ennyire szánalmas volt az előadás, nem tudom. Csak egyszerűen az emberek nem tudták követni, mert ugye nem volt lehetőség arra, hogy Stalinnak minden mozdulatát lessék az emberek. De most így, hogy látjuk, így érdekes nap. Figyelni, hogy mit csinál ez az ember, és hogy működik. De ha valaki megnézi azt a képet, amit megosztottam, és ezt én még nem láttam soha, ez a Fülöp-szigetek egyik jelképe, vagy jelvénye, vagy nem tudom minek hívják, ez az Isang Bansa, ez 33 a pitagoraszi numerológiában, ami a bal oldalra van írva, Isang Bansa 33, a magánhangzó 9111. Szóval azok, akik imádják a véletleneket, azoknak ez egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan alakulnak a véletlenek. Az Isang Diva, az pedig 22 a másra hangzó összege. Szóval a Fülöp-szigeteknek a közepén, a címer közepén van egy óriási gigantikus nap, körülötte a három csillag, ugye az oroszlán, a pirosban, kékben pedig a sas, ami megegyezik az Amerikai Egyesült Államok sasával. Hiszen ezek az országok együtt dolgoznak, mindig is együtt dolgoztak, annak érdekében kialakítsák az új világrend. A kék és a piros természetesen a szabadkülönbség színe, a kék jelképezi az uralkodó osztályt, a piros pedig a többieket,
és de ugyanúgy, ahogyan a ugye maguk a bukott angyalok, illetve a nemességet jelképzi a kék, és a nap a közepén ugye maga a napkultusz, a csillagok pedig természetesen a három csillag az utal a harmad részére a bukott angyaloknak, akik az ellenséggel együtt megbuktak. Ugye Isak Bansa pedig 33. De ez csak az egyik ilyen jel. Amit látunk mindig a sajtótájékoztatón, itt van egy másik, ez ugye itt már a napnak szeme is van, vagy orra, plusz ugyanúgy ott van az olajág körülötte, az olajág jelképezi a hold karimát, és benne pedig a nap. Ugye megtermékenyíti a nap, a holdat, ebből lesznek a csillagok, újjászületik minden nap, a főnix madár, stb. Stb. Ezekről van számtalan videó. Ha megnézzük Duterte-t, amit elérnek azzal, ami ott folyik, mert ott ugye már szükségállapot van, sőt, marsalló, ha jól emlékszem. És itt van egy újabb kép. Nem mindenhol persze, de azt hiszem bizonyos területeken. Itt van még egy kép, ez Duterte. Nézze meg mindenki a logót. Egy háromszög, három csillaga, benne valami sárkányforma, és körülötte a napkarima, és a rengeteg csillag körülötte. Mi kell még az embereknek ahhoz, hogy megértsék, hogy mi történik? És ennek ellenére azt mondják, hogy ez csak egy összeesküvés. Duterte egyébként 30. Mind a két numerológiában. Szóval a lényege annak, ami történik ott Észak-Korea biztosan egy szerintem mindkét korra olyasmi lehet, mint ha láttátok amikor a Farok csóválja című filmet, akkor valami olyasmire érdemes gondolni, hogy egy ilyen, egy show, egy díszlet, egy pillanat. Lehetőséget teremt arra, hogy a fegyverkezést megindokolják, és azt a régiót is felbolygassák teljes mértékben. Azzal, amit csinál. Ugye eddig a Fülöp-szigetek Amerikának volt a szövetségese, most ezzel átállt. Most Oroszországról beszél, meg Kínáról. A lényeg az, hogy ezzel lehetséges az országok egymás ellen fordítás abban a régióban, és a fegyverkezés meg van indokolva. Ez a lényege Észak-Koreának és a Fülöp-szigeteknek is. Úgy tűnik, hogy ez az ember az igazat mondja, hogy ő fellázad az amerikaiak ellen, és nagyon egyszerű az embereket manipulálni. Azok, akik készpénzek veszik azt, ami a sajtóban történik, azokat nagyon egyszerű manipulálni, hiszen ők csak egyszerűen ránéznek arra, hogy mit mondanak, mi történik, és ebből vonnak le következtetéseket. Aki nem érti azt, hogy ez egy színjáték, az azt gondolja, hogy a szegény kis Fülöp-szigeti fellázadt a nagy Amerika ellen, és ő ezt nem fogja elfogadni. Ez egyáltalán nem így van. Ők a színfalak mögött, ők nagyszerű pajtások. Különben nem lenne a vörös sárkány rajta a pólóján. De ennyit Duterte-ről. Ugyanolyan, mint az összes többi. Én sajnos nem emlékszem már erre az ember tragédiájára, úgyhogy ezt el kell nézni. El kell, hogy nézzétek meg. Nézzük meg azonban a szabad akaratot, mert ez volt az egyik kérdés, és szerintem ez egy nagyszerű téma. A szabad akarat jelentése az írás alapján szerintem
annyira nem bonyolult, úgy értve, hogy annyira nem nehéz kitalálni, hogy hogy működik. De Ádám példája nagyszerű arra, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan is működik a szabad akarat. Egy pillanat. Ugye ez 1 Mózes 2, ahol megteremti az embert. 15-ös vers, és vevé Jahuá Elohim az embert, és helyezi őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt, és parancsolja Jahuá Elohim az embernek mondván. Azaz parancsolat mindig volt. Hogy gondolhatja az bárki is, hogy most nincs parancsolat? Mikor a kezdetén volt, az egyértelmű, hogy nem kellett ennyi parancsolat Ádámnak. Ádámnak nem volt szüksége arra, hogy a feleségének a menstruációjára legyen 30 parancsolat, hiszen nem létezett ilyen dolog. Neki nem volt szüksége arra, hogy leírja neki részletesen, hogy hogy kell bűnért áldozni, hiszen nem volt bűn. Nem volt szüksége arra, hogy leírja, hogy milyen ruházatot viseljen, vagy milyen fejfedőt viseljen, mert nem volt ruházat. Szóval nyilván nem kellett neki ennyi parancsolat. Egy parancsolatról tudunk, ami elég egyszerű. A kert minden fájáról bátran egyél. A. B. De a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eindel, arról bizony meghalsz. Mindenki tartsa észben, hogy mi volt a parancsolat. Ne egyél, mert amelyik napon eszel, akkor meghalsz. Megteremti az asszonyt, és a probléma elkezdődik. Ez csak vicc. Szóval megteremti az asszonyt, és az ellenség azonnal ott van, és felteszi a kérdést. Csak ugyan azt mondta Elohim, hogy a kertek egy fájáról se egyetek. Ez volt a kérdés. Hogy azt mondta-e. Ezt mondja az asszony. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertek közepette van, azt mondta Elohim, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Honnan jött ez, hogy azt meg se illessétek? Ugye ez az első kérdés. Hogy ki mondta azt, hogy meg se illessétek? Mert ugye Elohim nem mondta azt. Úgyhogy ezt ők egyszerűen csak kitalálták. Hiszen erről nem volt szó, hogy nem lehet megilletni. Arról volt szó, hogy ne egyen róla, hogy meg ne halljon. Miért hagyta a teremtő ott Ádámot és Évát a kertben, hogyha azzal a fával, amiről azt mondta, hogy ne egyen, minek tette oda a fát? Mi volt az értelme annak, hogy oda tette azt a fát, amiről tudta, hogy ha megeszik, akkor meghalnak. Sőt, tudta, hogy meg fogják enni, hiszen ugye a véget tudta a kezdete, tehát ő tudta, hogy mi lesz a következmény. Ennek ellenére oda tette. Hogyha droidok lennénk, ha eleve elrendelés lenne, mint ahogy azt hiszem a kálvinisták gondolják, vagy a legtöbben, akik ebben hisznek, hogy ő meghatározza, hogy ki mit csinál, mint egy drón, akkor nem érdekes a játék. Akkor nem érdekes nézni ezt az egészet, ha a droidokról van szó. Csak és kizárólag akkor érdekes nézni, ha az emberek szabadon dönthetnek, és ő ezt akarja, hogy mindenki eldöntse, hogy melyik utat választja. Mindenki eldöntse, hogy hisz ő benne, és az ő útját járja, és hajlandó feláldozni ezt azért, ami jön, amiről nem tudja, hogy biztos, de hisz, vagy pedig nem hisz, és ezt választja, és nem érdekli az, hogy mi lesz. Így érdekes nézni az egészet számára. Ha droidokat akart volna csinálni, akkor nincs értelme nézni az egészet. Márpedig tudjuk, hogy nézi, hiszen leírta. Hogy nézi, és aki nézte a pillanat. Aki nézte az írás és a laposföld videót, az emlékezhet erre. De egyébként ez Ézsaiás 40:22. 40:22. Ki ül a föld kereksége fölött, melynek lakói, mint sáskák előtte ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra.
ott van, és ő látja azt, ami itt történik, és olyanok vagyunk, mint a sáskák, ilyen aprók, akik itt rohangálnak. És próbálják csinálni a kis dolgaikat. Ezek vagyunk mi. És ő figyeli ezt, sőt, nem csak hogy figyeli, hanem azt nézi, hogy ki az, aki őt keresi. Mindebben a káoszban. Ez az egésznek a lényege. Szabad akarat nélkül ennek nincs értelme. De egy pillanat csak, megint csak keresek. Pillanat. Szóval igen, ez így működik. Szabad akarattal viszont más a helyzet, hiszen ha visszamegyünk a kertbe, akkor látjuk azt, hogy eldönthették, hogy esznek-e vagy sem. Ennek ellenére nem csak, hogy eldöntötték, hogy ők megszegik a parancsolatot, hanem utána még hazudtak is. Szóval tudták, hogy mi a következménye, és utána ráfogta mindenki a másikra. Persze az ellenség ezt akarta, hogy ez legyen. De ha nem lett volna szabad akaratuk, akkor nem tette volna oda a fát, hiszen akkor nem lett volna értelme, ha beprogramozza őket úgy, hogy azt csinálnak, amit ő akarja. Amit ő akar. Azért tette oda a fát, mert kíváncsi volt, hogy mit fognak dönteni. Az egy másik kérdés, hogy az ő számára másképp telik az idő, nyilván ő tudta az egészet az elején, azonban nekünk le kell, hogy játszódjon ez az egész. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy kíváncsi volt rá, hogy milyen döntést fognak hozni. Hogyha oda teszi. Azzal, hogy meghozta ezt a döntést, elindította ezt az egész folyamatot, amiben vagyunk. Az embert vissza kellett vezetni egy olyan állapotba, amikor nem volt bűn az emberben. Ezért kellett őket kiűzni onnan. De mindjárt. Mindjárt mondom is, hogy hol. A 22-es versben így szól. És mondta Jahua Elohim, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen, kiküldé őt Jahua Elohim az éden kertjéből, hogy mivelje a földet, melyből vétetett vala. Tehát a probléma az volt, hogy most, hogy tudta, hogy mi a különbség a jó és a tudja, a jó és a gonoszt, és ellenszegült a parancsnak, bűn került a rendszerbe. És nem engedhette meg neki azt, hogy örökké éljen, hiszen örökké élt volna a bűn a rendszerbe. És ezért ki kellett, hogy küldje a kertbe. Ez volt az oka, hogy kiküldte. Az egész folyamat, amiben mi vagyunk, az embernek a teremtőhöz való vissza kormányzásáról szól. Azokat az egész írás leírja az ő küzdelmét azért, hogy ezeket a pondrókat idézőjelbe visszaterelje a rendes útra. Szóval, amikor valaki azt mondja, hogy ó, ő csak pusztítja az embereket, meg őt nem érdekli semmi, meg ő csak így, meg úgy, az összes dolog, amit csinál, arról szól, hogy hogyan tudja ezeket a tudatlanokat visszaterelni arra az útra, mikor ehetnek az élet fájából, és örökké élhetek úgy, hogy nincs bennük bűn. Hiszen ha megnézzük, ez ugye 1 Mózes 3, ha elmegyünk egészen Jelenések könyve 22, hogyha jól emlékszem,
pillanat. De lehet. Jelenések 22, az utolsó könyv a kanonizált írásban. És megmutatná nékem az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó valamint a kristály, és Elohimnek és a báránynak királyi székéből jövőn ki, ahol van a Szentlélek, a harmadik karakter. Az ő utcájának közepén. Ez a második vers. És a folyóvizen innen és túl életnek fája van, mely 12 gyümölcsöt terem minden hónapban meghozván gyümölcsét. Levelei a pogányok gyógyítására valók. Az egész visszamegy az elejére. Az volt az egész történet lényege. Hogyan lehet visszavezetni a tudatlant, a gyengét, az ostobát? Milyen módszerekkel tudja visszavezetni oda, hogy a bűnt kiűzze belőle, és ehessen az élet fájából úgy, hogy nem él majd örökké abban a bűnben, amiben az elején élt volna, ha akkor engedi neki, hogy újra egyen vagyis hogy egyen az élet fájából. Ez az egész folyamatnak a lényege. Hogyan tudja elérni azt, hogy az ember saját akaratából, mint amire nem volt képes akkor, saját akaratában úgy döntsön, hogy ő engedelmeskedik a parancsolatnak, mert a parancsolat az egyetlen dolog, ami elválasztja azt, aki a végén ott lesz az életfájna, és az, aki nem. Hiszen az, aki nem úgy él, ahogy ő mondja, nem fog bekerülni a királyságba, hiszen nincs helye bűnnek és gonoszságnak a királyságban. És minden, ami az ő szava ellenére van, bűn és gonoszság. Tetszik vagy sem, disznót enni ellenszegül a parancsolatoknak. Maga a lázadás, maga az ellenszegülés is egy probléma. Nem fog tudni bejutni az a szellemiség a királyságba. Az egész lényege az, hogy valaki szabad akaratából őt válassza. Különösen ma, annak ellenére, hogy nem is láthatjuk és nem is tudunk vele egy az egyben kommunikálni. És így működik a szabad akarat. Mindenki minden helyzetben eldönteti az, hogy mit csinál, és mi az, ami neki fontos. Az, hogy ki hogy dönt, az a szabad akarat. A test és a lélek állandó jelleggel harcol. Erről beszélt a Teremtő is, ugyan itt, mikor azt mondta, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedet tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugyanúgy, ahogy Jákob és Ézsau megszületett, hogy az egyik fogta a másik sarkát, és akkor ez az a példa. Az, aki engedelmeskedik, és az, aki nem engedelmeskedik, az a két mag. És az emberben levő két mag, a jó és a rossz, amiről Saul ír. Azt csinálom, amit nem szeretem, amit utálok, és nem azt csinálom, amit szeretem, azt nem csinálok. Erről beszél ez, arról a harcol, ami az emberben dúl. A szabad akarat az, hogy eldönteti az ember, hogy melyiknek enged. Melyik úton indul el. Azon az úton, ami egyszerűnek tűnik, de a rossz helyre vezet, vagy az, ami nehezebb, de a királyságba vezet. Szabad akarat nélkül nem lenne értelme annak, amit csinált. Számára. Meg hát számunkra sem. A maga a fenevad rendszere lesz olyan, mint amire a legtöbb ember gondol, hogy minket eleve elrendelt, hogy mi ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, vagy amast csináljuk. Egyébként, ha ajánlom mindenkinek figyelmébe a Pál levele a rómaiakhoz, a 10. fejezetet, mert abban rengeteg szó esik pontosan erről, hogy mikor azt mondja, hogy megkeményíti Fáraó szívét, nem arról beszél, hogy ő irányítja Fáraót. Arról beszél, hogy Fáraóban az a makacság, az alázatnak a hiánya, az a nagyképűség, a beképzelség, az, hogy ő a király, hogy ő meg tudja tenni, az az érzés volt. Ő csak ezt támogatta. Ugyanúgy, ahogy ezért mondja, hogy alázatos legyen, engedelmes legyen, mert akkor ezt fogja támogatni. Aki olyan, az olyan
azt ebben az, ezen az úton támogatja. Aki pedig a másik úton indul, az pedig azon az úton támogatja. Ő nem. Ő csak felajánlja a lehetőséget. Csak felajánlja mindenkinek a lehetőséget, és az arra kíváncsi, hogy ki milyen döntést hoz. Azt nem gondolhatja senki, hogy örök életet fog nyerni mindenféle befektetés nélkül. Az egy nagyon ostoba hozzáállás. Hogy valaki megkap mindent semmiért. De hát erről szól a szocializmus, ezért találták ki, hogy az ember így él. Ez a Lilith dolog, bocsánat, itt ezt látom, ez egy ostobaság, erről én nem is tudok beszélni, én nem tudom, hogy mi ez a Lilith. Lilith nincs benne én sose olvastam az írásban, még én a könyvben az egyik se említ Lilith. Lilith ez egy, azt hiszem ez a gnoszticizmusnak egy karaktere, Lilith, Ádámnak a másik felesége, ez egy ostobaság, én ezt nem... Nem tudom, hogy mindennel nem érdemes foglalkozni, sőt, ilyen dolgokat érdemes elkerülni. Ezeket a Lilith-féle dolgokat. Úgyhogy a szabad akarat az ez végül is. Az embernek le kell tudni győzni azt, mindazt, amit a világ akar, hogy megtegyen az ember. Erre való a ruák, a lélek, amit ő küld, Jakusa nevében, a megváltó nevében küldi azt a vigasztalót, ami elvezeti az embert az igazságra. Annak ez a szerepe, hogy elkalauzolja az embert, hogy segítsen ebben a harcban, inkább úgy fogalmazni. Hiszen az ember magától nem nagyon tudná ezt megvalósítani. De rómaiakban szintén írt pillanat. Sőt, nem, hogy írt, hanem idézett Pál, Saul rengeteget idéz egyébként a Tanákból. Szóval az, aki azt mondja, hogy ő az ellen beszél, az egy érdekes hozzáállás. Ez Rómaiakhoz 3:10, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, szóval nincsen egy igaz sem, nincs aki megértse, nincs aki keresse Elohimet. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Ez ugye egy idézet, de nincs aki keresse Elohimet. Ez az, amit ő akar, az, hogy keresse az ember. Úgy, ahogy azok, akik most hallgatják, és eddig eljutottak az egész adásban, meg a videóban, azok keresik. Nyilván azért vannak itt, ők azt keresik, hogy hogyan, mi az, amit ő akar. Hogyan lehet úgy élni, ahogy ő akarja, ő pedig ezt akarja. Hogy legyen olyan, aki úgy dönt a saját szabad akaratába, hogy őt keres. Aztán, hogyha úgy dönt, akkor eldöntheti, hogy hajlandó elfogadni azokat a feltételeket, amelyekkel ő ezt felajánlja ezt a szövetséget. De azutána már egy másik utána már az egy másik történet, hogy hajlandó az ember elfogadni a feltételeket, amikor megérti ezt. Érdekes az, ami zsidókhoz 11-ben van, a 6-os hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az elengedhetetlen feltétele az, hogy az ember keresse őt. Ugyanezt írja az Easy to Read egyébként. Aki Elohimhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Elohim létezik, és abban is, hogy Elohim megjutalmazza az őt keresőket. Őt keresni kell az embernek. Ez nem egyszerűen csak úgy van, ahogy a legtöbben azt beállítják, hogy én szeretem, én imádom, onnantól kezdve viszlát. A keresés pedig az írásban történik meg. Erről szól Rómaiakhoz 7:10.
De mindjárt megnézzük. Nem, 10-17, bocsánat. A hit tehát abból származik, amit hallunk, az pedig a siák beszéde, azonban ez egy nagyon-nagyon rossz fordítás, úgyhogy ha megnézzük a Károli verziót, akkor azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy a másik verzió azt mondta, hogy a Messiák beszéde által, ez a verzió azt mondja, hogy Elohim igéje által. Szóval a hit hallásból, a hallás pedig Elohim igéje által. Ez az, ahogyan az ember hitet tud szerezni, vagy pedig azt tudja felépíteni. Szerintem a szabad akaratot kivégeztük, de ha van még ezzel kapcsolatban kérdés, akkor nyugodtan. Következő. A reinkarnáció. Reinkarnáció egy, ha jól tudom, az a buddhista, de mindegy, valamilyen pogány találmány a reinkarnáció. Minden ilyesmi. Csak elolvasom zsidókhoz 27, 9-27. És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután ítélet. Ez zsidókhoz 9-27. És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután ítélet. Nem többször, meg nem tér vissza kutyaként, meg répaként, meg sült krumpliként, hanem egyszer meghal, és utána ítélet. Úgyhogy a reinkarnáció ezzel igazából le is van zárva, de minden olyan tanítás, ami arra irányul, hogy meggyőzze az embert arról, hogy még van lehetősége a halál után arra, hogy javítson, az mind-mind az ellenségtől van. Az összes kivétel nélkül. Hiszen de a legdurvább az egészben az, hogy az elejétől fogva ugyanazt a taktikát alkalmaz. Hiszen mit mondott az asszonynak? Bizony nem haltok meg. Nem ugyanazt mondja a reinkarnáció is? Ugyanaz az elméleti háttere. Az elejétől fogva ugyanazokat a dolgokat magyarázza az emberiségnek, mert tudja, hogy az új generáció nem tanul abból, amit az előző összegyűjtett, ahogyan azt a teremtő nekünk megmondta, hogy igenis tanuljunk abból, ami történt, hiszen az, ami le van írva a könyvben, azért van leírva, hogy mi abból tanuljunk. Az ellenség tudja, hogy nem tanul, hanem mindenki majd a saját feje után megy. Ezért mindenkinek el tudja adni ugyanazt a hazugságot újra, meg újra, meg újra. Mint ahogy az Oviban eladják a gömbföldet minden egyes generációnak újra, meg újra, hiszen az, aki belép az ajtón, fogalma sincs semmiről. Neki ugyanolyan új, ezért ugyanaz az oktatás, ugyanaz a téma mindig, hiszen neki újra és újra új. Így ezzel operál az ellenség is. Ezzel a módszerrel. Kezdetétől azt mondta, hogy bizony nem haltok meg. A reinkarnáció pedig ennek egy változata. Ugyanúgy, mint az, hogy majd tovább élünk a galaxisban, meg az univerzumban, meg egyek leszünk majd a, mit tudom én, mik vannak ott, meg a másik bolygókról jövő akárkik, majd ezt csinálják meg azt. Ez az egész ugyanaz a, gyakorlatilag ugyanaz az elmélet, csak más-más verzióban, más-más körítéssel. De erre nem lesz lehetőség. Az biztos. UFO démon dolog. UFO-k nem lehetnek. Mármint új olyan UFO-k, hogy másik bolygókról, meg másik rendszerekből, meg mit tudom én honnan érkező tárgyak. Az olyan nincs. Nem csak azért, mert erről soha semmiféle utalás nincs az írásban. Semmi. Se a gömbről, se az univerzumról, se más bolygókról, se más lényekről, se semmiről nincs. Én most azokhoz beszélek, akik elfogadják az írást,
mint alapvető igazságot. Aki nem, az rossz helyen jár. Fölösleges megpróbálni győzködni, hogy a live feed a NASA-tól, az élő adás a Földről, meg a kép, ez teljesen fölösleges ezzel próbálkozni. A lényeg az, hogy aki elfogadja az írást, annak szembesülnie kell azzal, hogy abban semmilyen utalás nincs a jelenlegi világnézetünkre. Egyetlen egy se, nulla, zéro. Úgyhogy nem kell bizonygatni azt, hogy a lapos föld nem létezik, hanem aki hisz az írásban, az küldje el azt a verset, amelyik a jelenlegi világnézetünket támasztja alá. Egyetlen egy sincs, nulla, zéro. Semmi. Ami arról szól, hogy mi mozgunk, pörgünk, forgunk, ez egy gömb, és hogy körülöttünk mozognak a bolygók, arra nincsen utalás. Vagyis, hogy mi mozgunk a nap körül, arra nincsen utalás az írásban. Arról, hogy ott landolni lehet, hogy ott lények élnek, akik közlekednek ide járművekkel, arról meg főleg. Arról van, hogy ezek üzenetet közvetítenek a teremtő és az emberek közt, és ezek az úgynevezett angyalok, arra van. Arra, hogy ezek kis zöld emberkék nagy fekete szemmel, arra nincsen. Úgyhogy, ha ebből indulunk ki, az UFO dolog az lehetetlen. Olyan nincs. Az, hogy elrabolnak embereket, meg mit tudom én, miket csinálnak. Mindennek, minden ilyesminek az a lényege, hogy lerombolja azt a világnézetet, ami egy mozes egyben kialakul a szemünk láttára. Hogy ő teremtette ezt a semmiből 6 nap alatt is a hetediken megpihent. Azzal, hogy ő beszélt és létrehozta azt, ami körülöttünk van. De ha valaki nem hiszi el az írást, akkor annak ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Ez Zsoltárok 33:6. Jahua szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregök. Beszélt, és azok lettek. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljen Jahuától mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett, ő parancsolt, és előállott. Beszélt, és lett. Egyszerűen csak ő megcsinálta ezt. Úgyhogy, és ebben valahogy nem nincs benne a repülő tányér, meg rajta a kis nagyfejű emberek. Viszont, akit érdekel, annak ajánlom figyelmében Jánsár könyvét, azt hiszem a Jubileumok könyvében is van, és Énok könyvében is van szó arról, hogy mi történt valójában. És ha azt elolvassa, akkor rájön, hogy a démon úgymond dimenzió az létezik, és igenis van egy másik dimenzió, ahol ugyanolyan hazul, mint a miénkben. És mindenki, aki éppeszűnek tartja magát, és még az úton van, és a teremtőben hisz, és járja ezt az utat, az mind célpont. Hiszen ezek a dolgok, amik abban a dimenzióban vannak, gyűlölik azt, ami a teremtő parancsolata, ezért vannak abban a dimenzióban. Ők azt választották. Ők azt választották, amit a legtöbb ember választ ma. Ez nem így van, ez egy mese, ez ki van találva, ezek UFO-k, ez egy másik, ez nem így van, ez az ősrobbanás volt, ők földön kívüli lények jöttek ide, az Ezékiel szekere az egy űrhajó volt, Énok az idegenekkel tárgyalt, a galaxis, ez mind-mind ezért van kitalálva. Úgyhogy mindenki, aki az úton próbál járni, az egy célpont. A többinek teljesen mindegy, a többi az ott van, ahol ők akarják, hogy legyen. Az, hogy mi rajta vagyunk ezen az úton, az csak annak köszönhető, hogy az ember a saját akaratából úgy dönt, hogy járja az utat,
és a teremtő segíti onnantól kezdve. Egyedül az ember nem tudna ezen eligazodni. A teremtő az, aki eldönti, hogy kinek segít és kinek nem. De az alapján, hogy mit talál az ember szívében. Mikor az ember valóban keres és valóban szeretne az úton járni, és kíváncsi, és amit ha megtartja, onnantól kezdve ő védelmezi, anélkül a védelem nélkül nem tudnánk eljutni egyetlen lépés sem, hiszen eltérítenének minket ilyen vagy olyan gondolatokkal, mint az összes többi ember. Akik épp oly meggyőződéssel tudnak beszélni órák hosszat arról, hogy az Alcyon plejádok, hogy fognak visszajönni majd, és a felemelkedett mesterek, meg Buddha, mekkora nagy géniusz volt, meg Einstein, meg hogy mi hogy lettünk a majmokból, ez mind-mind annak az eredménye, hogy azok az emberek elhitték azt, amit az ő fülükbe sugdos az ellenség, és az a dimenzió. Úgyhogy így működik az UFO és a démon dolognak a kapcsolata. De az, hogy azok a elhiszik az emberek, mert annyit látták a filmekben, hogy benne van az agyukban ez a csészehaj, és az, hogy eljönnek, és majd ők tudom én mit csinálnak. Meg hogy erre, hogy, akkor hogy van az, ezt kérdezte valaki, akkor hogy lehet az, hogy annyi embert elrabolnak? Hát honnan tudjuk, hogy azokat az embereket elrabolták? Nyilvánvaló, hogy nem rabolták el, hiszen nem léteznek. Akkor nyilvánvalóan az egy hazugság. Ó, de annyi ember nem hazudott. De annyi ember hazudik. Plusz a másik része az, hogy nem kell, hogy elraboljanak valakit ahhoz, hogy az ember azt higgye, hogy megtörtént, amit átél. Ugyanúgy átélheti az ember ezt az egész dolgot a fejében, és aztán fölébredve azt hiszi, hogy az valóság volt. Mint egy film. Vagy mint egy álom. És már pedig szerintem ez így történik. De ez egy részletes a kutatás annak, akit érdekel, nézen utána. Mert ez így működik. Ezek az emberek, akik azt mondják, hogy őket elrabolták, az UFO-k, ebben a dimenzióban élő lények tartják a hatalmukban, és az az élmény olyan, mintha a valóság lenne. És aztán ezt elmesélik úgy, hogy minket elraboltak UFO-k. A fény, meg a lények, meg megkínozták, meg kivették a vesét, meg mit tudom én. A fejükben megtörtént ez az egész, de a valóságban nem. Viszont elhisszük, hiszen annyi filmet látunk már, meg annyi újságcikket, meg mit tudom én mit, hogy egyszerűen kénytelenek. Főleg most, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy bármikor csinálnak egy, mint ahogy csinálják is folyamatosan ezek az ilyen fények, olyan fények, akármilyen fények. Élet a halál után. Időről időre érkezik olyan kérdés, hogy lehet az, hogy Gipsz Jakab ezt látta, mikor meghalt, és az alagút, meg eljött, visszajött, ezt mondta, a pokolból jött vissza, meghalt, és aztán ez történt vele. Hogy ez hogy lehet. Én nekem meggyőződésem, hogy ha valaki meghal, olyan értelemben, ahogyan azaz írásban le van írva, onnan nincs visszaút. Annak vége van annak a történetnek. Minden más, az nem az a halál, amit az írás leír. Az egy köztes állapot az élet és a között. És szerintem ugyanezek a lények, akikről most szó volt, ugyanezek a lények élnek abban a dimenzióban is. Azok, akik elhitetik azokkal az emberekkel, hogy az az élmény, amit átélnek, az a valóság. Általában az üzenet az, mikor visszajönnek, hogy nem kell félni a haláltól, nincsen ítélet, nincsen bűn, nagyon jó ott lenni, és nem akarnak visszajönni. És ez valahogy túl jónak hangzik ahhoz, hogy az ember elhiggye. De a legtöbb ember elhiszi, mert el akarja hinni. Ki az, aki azt akarja, azt az üzenetet hordozza, hogy jó a halál,
Nincs bűn, nincs büntetés, nagyon jó ott lenni, és nincsenek következmények. Ugyanaz, aki azt mondta, hogy bizony nem haltok meg. Ugyanaz az üzenet, csak egy másik formában. Mindenhol az ő új lenyomataira bukkan az ember, hogyha figyel. És a halál utáni élettörténetek egyértelműen arra utalnak, hogy ő az, aki manipulálja az ellenség. Azt a régió. A fény az, hogy nagyon jó, és a többi, és a többi. Egy biztos, az, aki nem a azon van, hogy megismerje a teremtő útját, és a megváltóba vetett hit és a parancsolatok által, annak nehéz dolga lesz, amikor elszámolásra kerül a sor. Azt nem mondom, hogy nincs esélye, mert ezt nem tudom, hogy hogy működik, pontosan nyilván, de bármi, amit olvasok, az arra utal, hogy ez a két dolog, ez elengedhetetlen lesz a végén. Ezt onnan is ki lehet találni, mint amit olvastunk Jelenések 22-ben, hogy Elohimnek báránynak királyi székéből jön ki a víz. Ez a két karakter ugyanúgy ott lesz, mint ahogy most is itt van, meg mindig is ott van. A törvények és a hit mindig is ott lesz. Tetszik vagy sem. Úgyhogy ezt nem lehet majd elkerülni. De pillanat. Jelenések 14-12, itt van a szenteknek, azoknak, akik kihívottak, békességes tűrése, itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jehusa hitét. Ez Jelenések 14. Megtartják Elohim parancsolatait és Jehusa hitét, akkor hogy mondhatják azt a keresztények, hogy már nem fontos a parancsolat? Úgy, hogy nekik azt mondják, hogy Jelenések könyvét nem kell olvasni. Úgy, hogy nekik azt mondják, hogy ó, majd lesz valahogy. Csak hinni kell, az a lényeg. Kegyelem alatt vagyunk. Már nincs törvény. Hát ha nem olvassa valaki ezt, akkor nincs is. Jelenések 12-17, megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal. Kik ezek? Ugyanazok, akikre azt mondta itt, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ez az a mag, aki a fejedre tapos a végén. Ugyanezt írja a Jelenések könyve 12-17-ben. Az Elohim parancsolatainak megőrzőivel és akiknél vala Jehusa HaMashiach bizonságtétel. Ezekre haragszik. Kikre? Akiknél a parancsolat megvan és Jehusának a hite. Még a végén is az számít. Mindig is az számít. Mindig is az fog. Ezek azok az emberek, akik az ő ellenségei. Ezek azok, akiket mindenféle eszközzel el akar tántorítani. Mindenféle problémák, amik az életben keletkeznek, vagy pedig ezek a démonok, az ufók, ezek az élmények, minden azért van, hogy az embert eltérítse az útról. Az egyetlen kiút ebből az, hogyha az ember a teremtő útján jár, azon a keskeny úton, ami elvezet a szűk kapuhoz, és majd ő megvédi az embert, és megharcolja a harcot, hiszen az ember képtelen felvenni a harcot ezekkel az erőkkel. Ha visszakanyarodunk arra, amiről az elején szó volt, a filmekről, akkor látjuk, hogy a film pont az ellenkezőjét próbálja velünk elhitetni. Az, hogy a hős a saját erejéből majd eljut oda, ahova el akarjuk. Míg mi tudjuk azt, hogy a teremtő az, aki a egyrészt ugye a Szentlélek, a Ruach HaKodesh által, másrészt pedig az összes többi úgymond szellemmel, ami rendelkezésére áll, irányítja az embert. A bölcsesség, az értelem, a tudás, az engedelmesség, az alázat, stb. Stb. Mindezekkel a dolgokkal.
De ez egy minden nap új harc. Aki azt mondja, hogy ez egyszerű, az szerintem rossz úton jár. Nézzük azt, hogy van-e egyáltalán újabb kérdés. Pillanat. A jelenések könyvében nem tudom, hogy van-e olyanokra utalás, akik úgy néznek ki, mint az idegenek. Leír egyfajta lényeket valóban, akik kijönnek a feneketlen mélységből. Ezek a sáskákhoz hasonlít, a női haj, stb. De most ebben nem mennék bele, mert az rengeteg időt igényelne. Há igen, Prédikátor 12-14. Én mondtam, hogy ez egy nagyszerű idézet. Mindezekből, fiam, intessél meg, a sok könyvek írásának nincs vége, sok tanulás fáradtságára van a testnek. Hát ez pontosan így van. Baptista vallás. Teljesen mindegy, hogy melyik, minek nevezzük. Teljesen jelentéktelen. Ugyanaz az összes. Mindenki, aki nem a parancsolatokat hirdeti, az mind rossz úton jár. És ez sajnos egy tény. De megpróbálok erre mutatni egy idézetet. Mert 5 Mózes valahol van, de hát ez nem elég ahhoz, hogy megtaláljam így gyorsan, hát ha meg lesz. Pillanat. Pillanat és meg lesz. Igen, ez jelenések, bocsánat, jelenések, 5 Mózes 13. 5 Mózes 13. 1-3 itt úgy tűnik. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad jelt vagy csodát ád néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, melyről szólott vala néked mondván, kövessünk idegen hatalmasságot, kiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat, ne hallgass eféle jövendőmondónak beszédére, vagy eféle álomlátóra, mert Jahua a ti hatalmasságotok kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretik, éj Jahuát, a ti hatalmasságotokat teljes szívetekből, teljes lelketekből. A lényeg az, hogy mindenki, aki elfelé vezet a parancsolatoktól, az mind hamis proféta. 4-es. Jahuát, a ti hatalmasságotokat kövessétek, őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Úgyhogy mindenki, aki mást mond, az rossz úton jár. A baptisták, én nem tudom, hogy pontosan ott van ez a hablatyolás, nem? Hogyha valaki bemerítenek, akkor utána ott elkezd mindenféle hangokat kiadni, és akkor az angyal nyelv, meg teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, mindegyikben van valami, ami nem a Tora teljességét hirdeti. De megnézzük most gyorsan. Érdekes egy kép, hogy mennyi van ezek közül.
ezekből a különböző verziókból, ezekből a... Hát a 3 és 11 nem, hogy utal a disznóra, hanem az arról beszél, szó szerint kimondja, hogy... De, Korintus az egyáltalán nem arról, na mindegy, mindjárt megnézzük, nézzük meg ezt a kereszténység dolgot először. Teljesen mindegy, katolikus, ortodox, protestáns, teljesen mindegy, hogy melyik. Ugyanaz az összes. Mindegyik arra épül, hogy kegyelem alatt vagyunk, és parancsolatokat senki nem tudja megtartani, ezért nekünk nem is kell. És arról nem beszélve, hogy az a fehér figura a kereszten mindegyikben ott van. Úgyhogy onnantól kezdve a Szent Háromság, meg ezek a... Nem is tudom, mi van még itt. Hogy is lehet ilyet, hogy a... Hogy senki sem... Ah, nem is tudom, na mindegy. Mindegy, hogy melyik verzió. A legegyszerűbb az, hogyha valaki olvasgatja az Ótestamentumot, amit Ótestamentumok hívnak, és amit abból kiszűr, mint parancsolat, és azt meg tudja tartani, tartsa meg. Mert az vezet közelebb a Teremtőhöz. Hiszen mindaddig, amíg ő azt mondja, pillanat. Mindaddig, amíg azt mondja, hogy ő azt keresi, aki az ő útját keresi, és az ő útja az a parancsolatai, addig teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy ki mit talál ki, hogy miért nem, meg miért nem kell csinálni, stb. Pillanat. Hát nem találtam meg, hogy amit akartam, de nézzük meg. Ez Ézsaiás 58:1-3. Kiálts, kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Ugye, ez, mint mindig, az összes proféta a könyv során arra figyelmeztető őket, hogy vissza kell térjünk az útra, különben nem lesz jó vége. Ezt csinálta Ézsaiás is. Holott ők engem minden nap keresnek, tudni kívánják utaimat. Mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és hatalmassága törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Elohimnek elközelgését kívánják. Ez az, amit ő akar. Persze ők nem ezt csinálták, de ez az, amit ő akar. Hogy minden nap őt keressék, hogy tudni kívánják az ő útját, hogy igazságot cselekedjen, hogy az ő törvényeit ne hagyja el, hogy az igazság ítéleteit kérjék tőle, és az ő közeledését kívánják. Ez az, amit ő akar, hogy ezt csinálja az ember. Az ő törvényeit keressék. Az igazságot. Mi az igazság? Az ő törvényei, a parancsolatai, a bizonyságai, a rendelései, stb. Zsoltárok 119:30-34. Ezek a dolgok, amik itt vannak a kereszténységről, ez egy se arról szól. Ez mind arról szól, hogy ezt nem lehet csinálni, ez átok, ez rabság, ezt eltörölte, a kegyelem alatt vagyunk, ezt nem tudták, az egy átkozott nép, stb. Stb.
Az, hogy baptistaként mondja ezt, vagy protestánsként, vagy reformátusként, vagy katolikusként, az teljesen mindegy. Miért ugyanazok az ünnepeket ünneplik, ugyanaz a jelképük, miért ugyanazok az alaptéziseik, azért, mert egytől fakadnak. Az pedig nem más, mint a katolikus egyház. Az, hogy a reformáció után ők kitalálták, hogy ők mások, annak ellenére, hogy ugyanazt csinálják, az egy dolog. Sajnos ez nem így van. Az a nagy gyülekezetekben, ami történik, az inkább, az nem hiszem, hogy a teremtőnek az a szent lélek, az nem csinálna olyan dolgot, az inkább az ellenségnek valami dolga, legalábbis úgy néz ki nekem mindig. Ez a korintusi 10-25, ez már annyiszor volt szó róla, hogy én már nem mennék bele még egyszer. Korintus, egy, ez azt hiszem egy korintusi 10, de hát már nézzük meg akkor. Egy korintusi 10, mind végig a bálvány imádásról szól. Mind végig arról beszél. Az elejétől a végéig. Hetes verszak, se bálványimádók ne legyetek. És utána mindvégig erről beszél. 14. Azért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Tizenkilenc. Mit mondok tehát, hogy a bálvány valami, vagy a bálvány áldozat valami? 20. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Elohimnek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok Jehua poharát és az ördög poharát. Nem lehettek Jehua asztalának és az ördögök asztalának részesei. És ezek után mondja azt, hogy mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit se tudakozódván a lelkiismeret miatt. Nem arról beszél, hogy bármiféle dögöt meg lehet enni, amit odaraknak elé. Arról beszél, hogy teljesen mindegy, hogy azt kóser módon vágták le, vagy halál módon vágták le, ahogy egy muszlim vágja le, vagy buthának áldozták, vagy akárkinek. Ne is kérdezzük meg. Amennyiben az étel, együk meg. Számukra nem volt étel a többi állat. Én szerintem ez nehéz megérteni ezt az embereknek is. Nekem is az volt egy ideig, úgyhogy ezt elismerem. Számukra a disznó az nem egy étel. De szerintem múltkor is erről volt szó egyik. A disznó olyan, mint a... Nem tudom. Mint a bicikli. Hogy eszébe nem jutna az emberek, hogy megegye. Az így egy tárgy, egy használati tárgy, ami jó arra, hogy megeszi a szemetet, meg a elrohangál, vagy nem tudom, hogy mire használták, ha egyáltalán, vagy mint a nyúl. Aranyos, meg elsimogatta, gondolom, megette a lomot, ami ott van, meg biztos van valami haszna, de azon kívül ő neki eszébe nem jutott, hogy azt megegye. Mint ahogy nem jutna eszébe, hogy megegyen egy fatuskót, hogy neki álljon. Ugyanúgy voltak ezzel. Ő ezért mondja azt, hogy mindent, amit ott árulnak, megegyetek. Ne kérdezz meg, hogy ezt kinek áldozták fel, mert teljesen mindegy, mert úgy, mert Yahuái a föld és annak teljessége. 26, ez a következő vers. Ezután ugye azt mondja, meghív a hitetlenek közül, el akartok menni mindent, amit elétek hozzatok, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelki ismeret miatt. Hogyha így odahoz egy tál csigát, nyilván azt fogja mondani, hogy figyelj csak, nem vagyok éhes, mennem kell, bocs. Megy a buszom. És elmegy. De hogyha ott van egy mit tudom én, csirke valami, akkor azt mondja, hogy jó, figyelj csak, együnk, azt hagyjuk ezt az egész izét, hogy ez Beál, vagy Butha, vagy mit tudom én, kinek áldozza éppen. Erről beszél, nem arról, hogy össze-vissza mindenféle dolgot most már. De egyébként mindegy is. Igazából mindenkinek mindegynek kéne lenni, hogy Saul miket ír. Az a lényeg, amit a megváltó mondott, az pedig egyértelmű.
Ő nem evett disznót, ő egyáltalán nem mondta, hogy nincs szombatnap, ő semmi ilyesmit nem mondott. Úgyhogy ameddig ő nem mondja, addig nekem mindegy, hogy Saul kinek mit írt. De egyébként sose írta azt, amit a legtöbben feltételeznek, csak egyszerűen félreért. Mint minden. Az nincs, hogyha, és ez is egy pont itt, ugye, ha jól emlékszem. De most már akkor befejeztük ezt az evés témát. De nézzük azt néhány pontot, hogy ki az, akivel érdemes foglalkozni. És hogy ki az, akivel érdemes hosszú távon erről vitatkozni. Az első és legfontosabb pont a beszélgetésben az kell, hogy legyen, hogy elfogadja-e az úgynevezett Bibliát, mint igazságot, és mint a legfelsőbb hatalmat az életében, ami irányítja az életét. Ha erre igen a válasz, akkor mehetünk tovább a többi dologgal. Ha erre nem a válasz, akkor nincs értelme, nincs miről beszélni. Amennyiben nem fogadja el, onnantól kezdve azt kell mondani, hogy ne haragudj, én erről nem akarok beszélni. Mert nincs értelme. Hiszen amennyiben nem fogadja el, akkor minden egyes alkalommal, amikor mi próbálunk érvelni, az lesz, hogy de ezt emberek írták, ez nem igaz, te azt hiszed, hogy az Isten lejött és megírta, szerinted akkor izé hazudott, meg ezt átírták a katolikusok, meg ezt kihagyták, meg ezt behagyták, meg lehagyták. És akkor az egész beszélgetés erre fog elmenni, hogy mindenre az lesz a válasz, hogy de ezt kihagyták, ezt lehagyták, ezt átírták, ezt emberek írták, ezt... Úgyhogy arra még nincs értelme. Ha valaki elfogadja, mint legalább úgy, hogy elfogadja a hitelességét, onnantól kezdve érdemes, de ha valakivel már harmadjára is ugyanaz a probléma, akkor egy idő után az embernek be kell látnia, hogy olyan ajtón kopogtat, amit nem fognak kinyitni. És olyankor érdemesebb másról beszélni. Vagy pedig egyáltalán nem is szóba állni azzal az ember, az a legjobb. Mert akkor nem tud meggyőzni az ő ostobaságairól. Ugye erről beszél Saul, mikor mondja, hogy ne legyetek fele más igába hitetlenekkel, mert akkor az lesz, hogy valaki alkalmazkodik majd a másikhoz. És az nem jó, ha mi alakulunk arra, amerre ők. Figyelj csak, ha az amerikai ismerősöd amellett kardoskodik, hogy minden megehető, ami a hentes üzletben van, akkor jó étvágyat viszlát. Ha ő ezt nem érti, akkor nagyon nem lehet vele mit csinálni. De egyébként akkor meg... Egy pillanat. Ha valóban meg lehet enni mindent. Akkor miért mondja azt? Jelenések könyve 21. A gyáváknak, hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, minden hazugoknak része, tűzzel, kénkővel, égő tóban, második halál. Mi az utálatos akkor? Jelenések könyvében. Mit keres ott az? Hogyha mindent meg lehet enni. Mikor azt mondja, ez ugye 3 Mózes 11, szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok. És pillanat.
mindazt, ami hason csúszik, mindazt, ami négy, sőt, mindazt, ami több lábon jár a földön, csúszómászó, bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert utálatosak ezek. Meg ne fertőztessétek magatokat semmiféle csúszómászó állattal. Meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek, mert én, Jahua, vagyok a ti hatalmasságotok. Szenteljétek meg magatokat, szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, mert csúszik, mászik a földön. Ez a törvény a baromfélék vagy a szárnyas állatokról, minden élő állatról, mely nyüzsög a vizekben, minden állatról, mely csúszik, mászik a földön, hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és a tiszta között, az olyan állat között, amely megehető, és az olyan állat között, amely meg nem ehető. Minden, ami tisztátalan, az utálatos számára. Az utálatosok, a gyilkosok, a paráznák egy kalap alá vannak véve jelenések könyvében. Azok nem fognak oda jutni, mert utálatosak, ha ő szent, ő pisz, el tudja képzelni valaki, miért nem mondta azt, hogy bármilyen állatot áldozhat Noé? El tudja képzelni valaki, hogy egy disznót feláldozzanak nekik? Neki a királyságba? Hogy is juthat eszébe valakinek ilyes? Hogy valaki megjelenik ott majd egy disznóval a hátán, azt mondja, hogy én hoztam az áldozatot, mert mit tudom én, mit csináltam tegnap. Itt ezt föl kéne dolgozni itt gyorsan. Nem tudom, hogy is jut eszébe valakinek ilyen gondolat, hogy ő el fog fogadni. Most csak meggondolta magát, azt most már mindent lehet majd ott áldozni az ő templomában. Mikor a makabeusok erről szól, a makabeusok története erről szól, hogy disznót áldoztak az oltáron, lerombolták az egész templomot, ezért az egész mindent. Ő ezt nem fogja elfogadni. Teljesen mindegy, hogy ki mennyire akar disznót enni, ez nem fog megvalósulni. Mi az, hogy nem vonatkoznak ránk az ószövetségi parancsolatok? Ki mondta azt? Hol van a... Hol van? Újra és újra erről van szó. A fölösleges Pál levelével foglalkozni addig, amíg az ember nem érti azt, hogy mit mond a megváltó. Itt van például egy... Menjetek be a szoros kapu, Máté 7. Zár. Zár. Menjetek be a szoros kapu, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Akkor ki az, aki nem azon jár? Aki mindenféle dolgot teszik. Aki mindenféle dolgot teszik. Az vajon melyik úton jár? Aki úgy eszik, mint a világ. Aki úgy él, beszél, mint a világ. Aki azt az ünnepet csinálja, mint a világ. Aki egy ritmusra jár a világa, az vajon melyik úton jár? Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Őrizkedjetek a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Előbb volt szó arról, hogy kik a hamis proféták. Mindenki, aki nem az ő parancsolatait hirdeti. Az mind hamis proféta. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Adonai, Adonai, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába. Azaz nem mindenki, aki mondogatja, fog eljutni oda. Hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez a megváltó beszél, nem Pál, nem senki, a megváltó. Ki az, aki a mennyek országába jut? Aki cselekszi a mennyei atyám akaratát. Mi a mennyei atya akarata? Kiderül Zsoltárok 49-esből. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Elohimem, én hatalmasságom. A te törvényed a keblem közepette van. Ez az ő akarata, hogy az ember szívében legyen az ő törvénye. Nem mindenki jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyeim atyám akaratát.
mi a mennyei atya akarata, hogy a törvénye a keblem közepette van, akkor ha behelyettesítjük, nem minden megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, ami az, hogy a törvénye a szívek közepén legyen az ember. A törvénye, az egyik törvénye, 3 Mózes 11, az étkezésre vonatkozik. És ez a megváltó. Sokan mondják majd nékem a manapon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk-e? Azaz, lesznek emberek, akik ismerik a nevét, és profétálnak az ő nevében. Az utca sarkon, vagy a munkahelyen, vagy itt-ott. Hirdetik azt, hogy hinni kell benne. És nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? Azaz, hisznek, hiszen az ördögöt nem lehet kiűzni, csak akkor, ha hisz, és az ő nevében teszi. Nem cselekedtünk és sok hatalmas dolgot a te nevedben? Azaz, mit tudom én, milyen hatalmas dolgokat lehet cselekedni az ő nevében. Összegyűjtenek 10 000 embert egy gyülekezetbe. Például. Ezek az emberek, akik ezt mondják, hogy Uram, Uram, profétáltunk, ördögöt űztünk, és hatalmas dolgot cselekedtünk, ezek mind hisznek, ismerik a nevet, és azt hiszik, hogy jó úton járnak. Mit mond? És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, gonosztevők. Akkor mi a kritérium? Az, hogy gonosztevők. Az nem elégséges, ha az ember cselekszik. Mi a gonosztevő? Gonosztevő egyszerűen kiderül, ha megnézzük Ezékiel 18, 20, 21. Amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az igazsága, a gonoszon az ő gonossága. Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, hogyan lehet megtérni? Úgy, hogy megtartja minden parancsolatimat, törvény szerint, és igazságot cselekszik élvén, éljen meg, ne halljon. Akkor ki a gonosztevő? Aki nem tér meg a vétkéből, aki nem cselekszi a parancsolatot, és aki nem a törvény szerint nem igazságot cselekszik. Ezek azok az emberek, ezek azok a karakterek, akikről itt beszél. S nem ismertelek benneteket, távozatok tőlem, gonosztevők. Kik a gonosztevők, akik nem a törvényeket cselekszik, nem az igazságot, és nem a parancsolatokat. Akkor mit érdekel engem, hogy esetleg Saul mit javasol, mikor a megváltó maga, akire azt mondom, hogy én őt követem, hiszen keresztény vagyok, nekem ő a mindenem, én őt imádom. Én azt lesem, hogy hogyan teljesítsem az akaratát. Itt mondja el, hogy mi az ő akarata. Ennek ellenére én előszedem Saul leveleit, félreértelmezem, és azt mondom, hogy ő megengedte. A megváltó nem tette soha, nem is említésre tett semmi olyasmiről, hogy a törvényeket nem kell majd megcsinálnunk. Ennek ellenére én nekem elő kell szednem más leveleket, hogy bizonyítsam azt, hogy miért ehetek disznót. Akkor az hogy van? De hát nem tudom, hogy ezek felmerül, vagy idáig el lehet-e jutni velük, hogy ezt megbeszéljük velük. Ezeket a dolgokat. De hát ezen túl még egyéb problémák is. Egyéb problémák is felmerülnek, hiszen ott van, ugye mondja, hogy most mondja, azt keresem egyébként egy pillanat. Mikor elmagyarázta azt, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, kétszer elmondja, ennek ellenére azt mondják, hogy a betölteni azt jelenti, hogy azért jött, hogy eltörölje. Hát ha azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, akkor utána, mikor azt mondja, hogy hanem, hogy betöltsem, akkor hogy jelenthetné azt, hogy eltörölte? Mikor megmondta, hogy nem azért jött. Ennek ellenére itt most olvasom, hogy ez a baptista karakter azt mondja, hogy a törvények nem érvényesek, mivel az... Hogy van? Ja igen, Jézus betöltötte a törvényt. Jézus igen. De az eredeti megváltója, Husák, ha másiák nem.
Úgyhogy a keresztény Jézus az betöltötte, ezért úgy él a kereszténység, ahogy él. Azonban a keresztény Jézus nem létezett. Ki az, aki betöltötte a törvényt? Ugyanaz, aki azt mondta 1 Mózes 3-ban, hogy bizony nem fogsz meghalni. Hogy Elohim nem azt mondta, hanem azt mondta, hanem ő tudja, hogy olyan leszel, mint ő. Ugyanaz az, aki azt mondta, hogy neked nem kell megtartani a törvényt. Ugyanaz a karakter az. Már akkor is ugyanazt csinálta, amit most. Ennek ellenére a legtöbben elhiszik, mint ahogy akkor elhitte. Mind a kettő egyébként. Mert Ádám ott állt Éva mellett szorosan, mikor ez az egész jelenet lejátszott. Á, és Máté 5, így van, ott van. Mert bizony mondom nétek, míg ég és föld el nem múlik törvény, hogy egy jóta egyetlen pontoska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik, minden még nem teljesedett be. Könnyebb a mennynek és a földnek elmúlni, hanem hogy nem a törvényből egy pontoskák elest. Hogy lehet ezt figyelmen kívül hagyni? Hogy tud aludni az az ember nyugodtan, aki azt mondja, hogy már pedig ő betöltötte, és nekünk mindent lehet. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. Hogy hagyja a lelki ismert? Nem azt mondom, hogy rossz ember, hanem hogyha azt mondja, hogy hisz, keresi az utat, és az ő kedvében akar járni, hogy alszik nyugodtan, úgyhogy ezek a dolgok ott vannak leírva. És ő ismeri, olvassa, és azt mondja, hogy de a Galatákban ezt írja Pál. Kit érdekel, hogy Pál mit ír? Mikor a megváltó ezeket mondta. Személyesen, Husák a másják, az, aki szerintük Isten a Földön. Megmondta ezeket, ennek ellenére nem azt cselekszik. Akkor kinek az akaratát cselekszik? Pontosan. A törvények betartása fogja az igazságban járás mellett a legjobban megkülönböztetni azokat, akik a megváltót követik. Az igazságban járás és a törvények betartása egy és ugyanaz. A törvény maga az igazság. Ez pedig Zsoltárok 119.34. Az igazság útját választottam. A te ítéleteid forognak előttem, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, a te parancsolataidnak útján járok, taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem a te törvényedet. És megtartsam teljes szívemből, még azt is hozzáteszi a vég. Azért, mert ez az, ami megkülönbözteti az embert a többitől. De pontosan így van, ahogy írja Péter. Semmi értelme nincs annak, annak, hogy ő megcsinál mindent tökéletesen, aztán utána, akiket meg szeretne gyógyítani, azoknak azt mondja, hogy bármit csinál. Pontosan így van. Hogy gyógyíthatna meg bárkit? Erről szól az egész történet. Eljön, és a vak lát, a süket hal, a béna jár, a halott feltámad. Ki a vak, ki a süket, ki a béna, ki a halott? Az, aki nem ismeri a törvényt, hiszen aki nem ismeri a törvényt, az halott. Így támasztja föl. Az, amit tett fizikálisan, az egy szimbóluma annak, ami spirituálisan történt az emberekkel. A vak lát. Miért lát? Azért, mert meglátja, hogy mi az igazság. Mi az igazság? Az ő törvény, a parancsolat, a rendelés, és ha ebben jársz a hitben, akkor élsz. Miért nem hall a süket? Mert nem érti, amit hall. Mert ott ül a gyülekezetbe, felolvasnak neki egy mondatot, és filozofálnak róla 3 órát, és ez az egész. És nem hallja, nem érti. Ki a béna? Az, aki nem azon az úton jár, aki össze-vissza tántorog egyik dologból a másikba. Aki elfogadja a Bibliát, az nem mondhatja azt, hogy van Ószövetség. Pont. Mindaddig, amíg a megváltó azt használta, hogy tanítsa az embereket, aki elfogadja a Bibliát, az vagy elfogadja az egészet, vagy nem fogadja el. Vagy azt mondja, hogy elfogadom azt, amit én elfogadom. Az egy másik kérdés. Az, hogy nem érdekel, hogy mit tanítanak egy baptista gyülekezetben. Mert tudom, hogy nem tanítják a parancsolatokat. És onnantól kezdve mindegy, hogy mit tanítanak. Hiszen ő most mondja, hogy ők ehetnek mindent. Akkor nem is érdekel, hogy mit tanítanak. Az, hogy mit találtak ki, milyen filozófiát találtak ki arra, hogy megmagyarázzák azt, hogy miért lehet mindent, az nincs jelentőség.
Az világos, hogy az első gondolat az volt, hogy növényeket eszik mindenki. Ezen túl vagyunk, ezzel tisztában vagyunk. Azt is tudjuk, hogy vért nem lehet enni. Már most ezek kommenteket olvasom csak fel. Ezzel tisztában vagyunk. Neki inkább azt kellene megmagyarázni, hogy akkor miért mondja azt? Miért mondja azt? Pillanat. Miért mondja azt Noénak, hogy 7 állatot vigyen minden tiszta állatból? 1 Mózes 7. Minden tiszta baromból hetet vigy be, hímet nőstényt, azokból a barmokból pedig, melyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet nőstényt. Azért, mert már akkor is volt tiszta és tisztáta. Ő így csinálta ezeket a lényeket. Ő tudta, neki nem volt meglepetés az, hogy ó, hoppá, most akkor a disznó van, mi legyen. Ő tudta, hogy így teremtette, mert annak megvan a feladata. Ugyanúgy, mint a garnéla, aki eszi a szemetet a tengerből, a disznó megeszi a szemetet a földön. Ez a feladata. Aki meg akarja enni ennek ellenére, rajta. De attól még ez így van. És ekkor még nem volt zsidó, nem volt... De még Ábrahám se volt még a környéken, sem még tervbe sem volt véve Noénak, hogy lesz Ábrahám. De már volt tiszta barom, meg nem tiszta. Ugyanúgy a madár. Ez 1 Mózes 7, így kezdődik, ezzel kezdődik. És így mentek be a bárkába. Azért, mert nem tud áldozni a teremtőnek tisztátalan állatot. És nem tudna enni. Ki enné azokat a fajokat, mire megérkezne ide, már nem lenne mit enni utána. Hogyha csak kettőt-kettőt vitt volna be, eltűntek volna bizony. Bizonyos állat. Most azt keresem, mikor... Ez 1 Mózes 8:20. És oltárt épített Noé Jahuának, és vő minden tiszta állatból, és minden tiszta madából, és áldozik égő áldozattal az oltáron. És megérezi Jahuá kedves illatot, és mondja Jahuá az ő szívében, nem átkozom meg többé a földet, az emberét, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ifjúságától fogva. És többé nem vesztem el mind az élő állatot, amit cselekedtem. Az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Mi a gonosz? Az, aki nem tartja meg minden parancsolat miatt, aki nem a törvény szerint, és nem igazságot cselekszik. Így élne az ember. Az ember így él, mint ahogy a többség él, ma a világ él parancsolatok nélkül. Így néz ki a világ, ha nincsenek parancsolatok. Mindenki csinálja azt, ami neki jónak tűnik. Mint ahogy ezt le is írja, hogy mindenki megy a saját feje után. És az, hogy ezt valaki baptistának hívja, vagy akárminek hívja, attól még ez van. 5 Mózes 12. Ne cselekedjetek ott mind aszerint, amint mi cselekszünk itt most, mindenik, ami jónak látszik néki.
Ez egy figyelmeztetés, hogy ne cselekedjetek ott úgy, ahogy itt most, hogy mindenki azt csinálja, ami jónak tetszik neki. Hanem akkor hogy cselekedjen? 5 Mózes 13. Ha hallgatsz Jahuának, a te hatalmasságnak szavára, megtartván minden ő parancsolatát, melyeket én ma parancsolok néked, hogy azt cselekedjed, ami igaz Jahuának, a te hatalmasságodnak szemei előtt. Tartsd meg a parancsolatait, ez ami igaz az ő szem előtt. Mi az ő parancsolata? Az, hogy a disznó az nem élelem. Ennek ellenére megeheted, csak megvan a következő. Az pedig az, hogy megeszed vele a galantférget, meg az összes minden szemetet, amit az megevett. Bírák 17:5-7. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem ki azt cselekedte, amit jónak látott. És nem lett jó vége ennek. Ugyanezt írja Bírák 21:25. Abban az időben nem volt király Izraelben, minden ember azt tette, ami helyesnek tűnt az ő szemében. És az általában nem. Az általában nem szokott jól első. Első királyok 14. De te mégsem voltál olyan, mint az én szolgálom Dávid, aki megtartotta a parancsolataimat, aki teljes szívéből követett engem, és aki azt tette, ami helyes volt, ami igaz volt az én szememben. Aki csak azt cselekedte, ami igaz volt az én szememben. Ez első királyok 4:8. Mi az, ami igaz az ő szemében? Nyilván az, amit ő megmondott, hogy az. Nem fogja megváltoztatni azért, mert valaki a baptistáknak kitalálta, hogy pedig Saul ezt írta. Vagy most már ezt lehet, vagy azt lehet. De én nem hibáztatom őket, meg nem. Csak miért nehéz nem enni disznót ezt? Igen, amúgy a disznó a legelterjedtebb dolog. Hát nem csak a lovat, mert a tevét is írja, meg a nyulat, meg a hörcsögöt, szóval van egy pár, de igen. Szerintem a disznó igénytelen, ez a lényege neki egyébként, talán. A sertéshús soha nem volt étel, Béla. Soha. Soha. Az, hogy én ettem egy időben, az nem azt jelenti, hogy étel volt. Hát ezt mondja a teremtő. De ezért, mert ő nem olvassa az Ószövetséget, mert rá nem vonatkozik, ezért nem érti ezt a dolgot. Mutasd meg neki 3 Mózes 11-nek az utolsó versét. Ahol a disznóról ír. Ahol a disznóról ír, hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és a tiszta között olyan állat között, mely megehető, és olyan állat között, mely meg nem ehető. Ami nem megehető, az nem étel. A disznó az nem étel. Ráadásul olyannyira nem, hogy ez kiemeli, hogy a disznót ne edd meg, sőt, meg se érítsd az egész dolgot, hogyha nem muszáj. A hörcsököt, a nyulat, és a disznót, mert hasad körül. Ugyan egészen kettéhasak, de nem kérdezik, tisztátalan ez néktek. Húsából ne egyetek holttestöket, se illessétek tisztátalanok ezek néktek. Ha pedig te tisztátalan leszel, ő nem fog veled foglalkozni. Pont. Ezért mondta meg. Nem azért, hogy aztán... de hát szerintem meg így van. Hát ő meg azt mondja, hogy én meg megmondtam, hogy így van. Úgyhogy te meg eldöntheted, hogy kinek hiszel. Saulnak, vagy magának a teremtőnek? Mellesleg úgy, hogy Saul egyáltalán nem erről beszélt, hanem egy egész más dologról. De mindegy is. A lényeg az, hogy a disznó az nem élelem. A disznó az csak úgy van. Értem, hogy nem te kérdezed.
Most már leesett. Egy Mózes 14, hát itt van. Egy Mózes 11, bocsánat, nézd csak. Itt van. Nem bűn sertésus lenni, nem érted, hogy mi keresztények az új szövetségben vagyunk, ezért az új szövetség... Tárgyi parancsolatok nem vonatkoznak az új szövetségiekre. Mondd meg, hogy írja le azt, hogy hol van az, hogy nem vonatkoznak rá. Mondd meg neki, hogy írja le azt, ahol a megváltó vagy a teremtő azt mondja, hogy lehet enni bármit. Nem Saul, hanem ez a két karakter. Mert ugye Pálnak nem lesz külön egy királysága, ahol majd ő intézkedni fog, és akkor a disznót fognak enni disznóval. Meg csigával. Mondd meg neki, hogy írja le azt a verset, ahol a megváltó, vagy pedig a teremtő azt mondja, hogy ő eltörölte a parancsolatokat. És azt eszünk, amit akarunk. A baptisták... A baptisták... Ez a lényeg. Mindegyiknek meg... Ugye a baptisták rájöttek arra, hogy az emberek rájöttek arra, illetve hát az ellenség rájött arra, hogy az emberek rá fognak jönni arra, hogy amit a keresztények csinálnak, vagyis a katolikusok, az annak semmi köze az íráshoz. Ezért kitalált ilyen dolgot, mint a szombatisták. Ők betartják a szombatot. Ugyanúgy a többit nem. Mint a Jehovák, ők ismerik a nevet, ugyanúgy a többit nem. Mint a baptisták, akik rájöttek, hogy a csecsemőt nem lehet megkeresztelni, de a többit nem tartják be. Kitalált mindegyikre egyet, amivel aztán eladja, és azt mondja, hogy ah, de mi kitaláltuk, mert ez van. Tehát teljesen mindegy, amíg ő azért harcol, hogy disznót tegyen, meg csigát, addig és nem hajlandó elolvasni azt, amit ők akkor, amit a megváltó akkor írásként használt, amit megmondott, hogy számára ez az írás, az pedig ugye Lukács 24, és nem lehetséges úgy, hogy dolgokat nem lehet ellentmondás, nem változhat, nem gondolhattad azt, hogy egyszer azt mondja, hogy lehet, utána azt mondja, hogy nem lehet. Mellesleg Lukács 24:44 így szól. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedik mindazoknak, amik hol a Mózes törvényében, a profétáknál és a Zsoltárokban megirattak én felőlem. Megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Számára írásnak minősült Mózes törvénye, a proféták és a zsoltárok. Akkor hogy mondhatja az, aki azt mondja, hogy ő ugyanúgy Istenben hisz, és Jézusban, és őt követi, hogy az Ószövetség, azok nem vonatkoznak ránk, mikor itt mondja az a Jézus, akiről beszél, hogy a Mózes törvénye, a proféták, a zsoltárok, azok írások. Ők ezt tanulmányozták. Így van megírva, és ő ezt itt mondja. Az, akit ő azt mondja, hogy ő hisz. 27-es versben ezt mondja, és elkezdi Mózestől, ami a törvények, minden profétáktól fogva, magyarázza valanékik minden írásokban, amik ő felőle megíratta. Ő ebből tanít, amire ezek azt mondják, hogy ez ránk nem vonatkozik. Akkor hogy követheti ő Jézust, mikor nem az ellenkezőjét csinálja, amit ő csinált, mikor az itt volt. Ja igen, ez az Ezékiel is nagyszerű. Soha nem fertőzött meg, és dögött, és vattól szagadott, nem ettem ifjúságomtól fogva. Ez ideig és számon be nem ment tisztátalan hús. Ez nekik egyértelmű volt. Én nem azt mondom, hogy én sose ettem, persze, hogy ettem. Tehát eszembe nem jutna már. Pedig én ugyanúgy olvastam Korintusi 10-et, mint ahogy ő.
De hát még ha úgy is értelmezném, még akkor is megfordulna a fejemben, hogy vajon kinek higgyek? Én is az írásból idéztem, mondd meg neki. Ugyanúgy, ahogy ő. Ez meg a másik, hogy nem is egészséges, akár tetszik, akár nem. Semmit nem törölt el a teremtő, ez a lényeg az egész. A keresztényekre nem vonatkozik, ez a legnagyobb probléma. A keresztény egy külön vallás. A keresztény egy vallás, ők kitalálták a saját hagyományaikat, nekik saját karácsony, saját ünnepeik vannak, nekik saját étkezési szabályaik vannak, nekik minden, ez persze, hogy nem vonatkozik a kereszténységre. A kereszténység egy különálló dolog az írástól. A kereszténység egy vallás, ezért nem vonatkozik rájuk. Nem is érdemes vele vitatkozni. Meg kell mondani, akkor hol olvassa a karácsonyt az írásban? Hol olvassa a vasárnapot? Vagy a húsvétot, a nyulat, meg a tojást? Meg a fát feldíszíteni? Azon kívül, hogy Jeremiás 10-ben elmondja, hogy nehogy eltanuljátok a pogányok szokásait, mert ez egy útálatosság, meg ki nem állhatom, amikor valaki a fát beviszi és feldíszíti. Ennek ellenére ők azt csinálják, és ő próbálja megmagyarázni neked, hogy mindent tehetsz. Ezékiel nem volt zsidó, Ezékiel izraelita volt. A teremtő egyedül az állat áldozati törvényeket törölte el, ez megtalálható, ha jól emlékszem, Dániel 12 valahol. Pillanat. Akkor lehet, hogy pillanat is. 9.27, Dániel 9.27, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatok és az ételáldozatok, és utálatosságok szárnyán pusztít, míg az enyészet és ami határoztatott a pusztítóra szakad. Ez ugye Jakusa Hamásiák. A 26-os, 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz, és a város, a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Ez ugye időszámításunk szerint 70-ben, mikor a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet. Előtte pedig ugye 31 körül, mikor megölték a megváltót. És vége lesz vízözön által, ez ugye az emberek, mikor beözönlenek, végig tart a háború, elhatározhatod a pusztulás. Ez ugye az, ami most tart a világban. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, ez ugye az, ami terjesztett az ő tanításai, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, hiszen meghalt a hét felén, 3,5 évig tartott a működése, és a hét felén halt meg, hiszen a hét pontosan a felén volt a Páska, amikor meghalt. Ekkor véget vett minek? A véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Úgyhogy ezt a törvényt törölt el. De erről ír egyébként, ha jól emlékszem, Zsidókhoz 10-26. Pillanat. Hát Zsidókhoz 10-26 más, de mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, úgyhogy ezt érdemes neki megmutatni. És ez már a új szövetség. Ezt ő írja, ezt az olvasd végig a Galata harmadik rész, vagy te javasolod? Mert én olvastam már a Galata harmadik részt. Tudom, hogy miről beszél. Olyannyira tudom, hogy aki a Galatában, akiről szó van, azok nem is azok a pogány keresztények, akiről ma szó van.
azok az izraeliták, akik pogányként éltek. Ez nem lehet úgy, az ember nem lehet része egy egyháznak, és azt reméli, hogy megtudja az igazságot. Egyetlen egy egyház sem terjeszti az igazságot. Kereszténységet igen, kereszténység az egy másik dolog. Ilyen alapon buddhista is lehetne, az is egy másik törvényt beszél. Ezt ő írja, ugye ez, hogy te nem érted még, hogy mit jelent az, hogy Jézus betöltötte a törvényt, még idő kell neked ehhez. Igen, hát az még az. Hát figyelj, hogy ha nagyon sok időd van, akkor vitatkozz vele, de én amúgy befejezném egy idő után. Mert frusztráló. Én próbáltam már. Hát figyelj, hogyha ő azt sem érti, hogy mi az izraelita és a zsidó közt a különbség, akkor ő mit... Na mindegy, ezzel fölösleges foglalkozni. Az izraelita nem zsidó, a zsidó izraelita, de az izraelita nem zsidó. Az egyik nagyobb halmaz, mint a másik. Ez így működik. Mint az, hogy a kettő az egy páros szám és egy szám. Az egyik halmaz nagyobb, mint a másik. Kérdezz tőle meg, hogy mi a zsidó. Magyarázza el neked, hogy mi a zsidó, meg mi az izraelita. Most már értem, hogy nem te javasolod, hanem ő. Én nem akarom neki megmondani, hát nem lehet úgyse vele beszélni. Az izraelita nem ugyanaz, mint a zsidó. Ezt így nem lehet kijelenteni, hogy Ezékiel egy izraelita vagy is zsidó volt. A kettő nem egy és ugyanaz, ezért van két különböző szórá. Nyilván nem ugyanazt jelentik, akkor nem lenne két szórá. Akkor egy szó lenne a kettő. Az izraelita, az Jákob leszármazottja, az izraelita. 12 törzse volt, 12 gyermeke volt Jákobnak, ugye, ha jól emlékszem, 4 felesége, 12 gyermeke, de most nem is próbálom meg felsorolni mind a 12-t, de Júda, vagyis Jahuda volt az egyik, akit ma zsidónak hívunk, az ő leszármazottait, hiszen ők voltak a déli királyság, mely Jeruzsálemben maradt, ők voltak az ígéret Dávidnak, a Dáviddal kötött szövetségnek ők az ígérete, hogy mindig lesz egy törvényhozó, Dávid magvából, amíg az úton járnak. Ők egészen az úton jártak, amíg a megváltó el nem jött, utána nem az úton jártak, Jahuának ebből elege lett, és ezért eltakarított mindenkit a szem előtt, ahogyan ezt megmondta, hogy meg fogja tenni, ha így járnak. A zsidók, ennek a törzsnek a leszármazottai, ők bírták legtovább. Az északi királyság, az a 10 törzs, az pedig már évszázadokkal azelőtt el lett onnan takarítva, mert ők nem bírtak magukkal, ugyanúgy, ahogy ezek az emberek, akik most a disznóhúst teszik, ugyanúgy ők sem bírtak már akkor magukkal. Ebből elege lett a teremtőnek, és őket eltüntette onnan. Két királyságra szakadt Izrael, lett egy északi királyság és egy déli királyság. A déli királyság az Júda, vagy Jehuda, ami zsidó, és az északi királyság lett Izrael, ami ugye a másik 10 törzs. Így alakult ki ez a zsidó dolog. Tehát a zsidó az nem azonos az izraelitával, egyáltalán sőt, nagyon is nem. Az mindegy, hogy szerinte hogy van, érted? Ez a lényeg, hogy az is mindegy, hogy szerintem hogy van, az a lényeg, hogy hogy van. És hiába nem lehet úgyse majd vitatkozni vele. Az a lényeg, hogy ki az, aki meg akarja érteni. Aki meg akarja érteni, az meg fogja érteni, mert azt a lélek elvezeti majd oda. De annak egyik legfontosabb eleme az, hogy az összes ószövetségi proféta zsidó származású volt. Hogy mondhat ilyet? Szerinte egy is ugyanaz a zsidó és az izraelita. Szóval, akkor most... Nem, Izrael földén él valamennyi, biztos él valamennyi izraelita, de azok, akikre ő azt mondja, hogy zsidó,
a fekete ruhás, pajeszos karakterek, ők nem az eredeti nép. És amíg ezt nem érti meg valaki, addig ez nem, ennek, ez nagyon nehéz ezt elmagyarázni. A hazugság nagyon sokrétű, és ez az egyik eleme az, hogy nem az a nép él ott, ami a nép tulajdonképpen. De, ja. Azt nem tudom, hogy minden próféta Jehuda törzséből származott el. Én ebből nem vagyok biztos. Ha igen, akkor mind effektíve zsidó volt, de én ebben nem vagyok biztos. Például Saul nem volt zsidó, mert ő Benjamin törzséből származott. Szóval ő nem lehetett zsidó, hiszen ő nem volt Jehuda törzséből való. Most az, hogy mi hogy használjuk a szavakat, az egy másik dolog. A tény az tény marad, hogy ő ezt mondja, hogy én is izraelita vagyok, Benjamin törzséből. Úgyhogy például ő nem volt zsidó. A megváltó az volt, hiszen ő Jehuda törzséből való volt, hiszen ez volt az ígéret Dávidnak, hogy a te magodból lesz az, ahogy minden, amiben minden nép megáldatik. Hogy a te magad lesz az, aki a trónon fog ülni örökké. Ezért kellett, hogy úgymond zsidó legyen, hogy a Júda a törzséből származzon a megváltó, és onnan is jött. Persze Mária ágán, de mert ugye a Szentlélek volt az, aki tőfogant, de ettől függetlenül József is Júda törzséből való, és Mária is, vagy Miriam is Júda törzséből való. Oké. Én szerintem ide nagyszerűen idevág az, hogy a Bibliával manipulálták-e. Hát egyértelmű, különben ilyen dolgokat nem lehetne állítani, amiket ez a személy állít. Plusz számtalan dolog van, ami ha csak arra gondolok, hogy hogy van lefordítva, hogy vannak lefordítva bizonyos szavak. Például az Ószövetségben hát nem tudom így megkeresni. Mert a hit, azt akartam megmutatni, hogy a hit szó hányszor szerepel. De nézzük meg angolul. A hit szó angolul 56-szor szerepel az Ótestamentumban, és 280-szor az Új Testamentumban. Úgyhogy az Ótestamentum az vagy négyszer akkora, mint az Új. És 56-szor szerepel a hit, és ebből van olyan, hogy hűséges, és a többi, és a többi. Maga az a szó, hogy faith, hit, 56-szor, 280-szor az Új Szövetségben. A lényeg, amit ezzel akarok mondani, az az, hogy ezzel el lehet érni azt, hogy bemagyarázzák az embereknek, hogy az Új Szövetség a hitről szól, az Ószövetség meg a törvényekről, hiszen többször szerepel az a szó az Új Szövetségben, hogy hit, mivel úgy fordítják le. Hiszen egy szó igazságot is ugyanúgy jelent, mint hit. És akkor, ha úgy fordítja le, hogy igazság, akkor nem szerepel az a szó, hogy hit benne, de az Új Szövetségben meg szerepel. Ezért el tudják adni úgy, hogy az Új Szövetség az a hitről szól, és mi már csak a hit számít, és a többi, és a többi. Úgyhogy egyértelmű, hogy megváltoztatták. De egyébként maga a névhasználat a másik nagyszerű példa. Az Úr és az Isten soha nem szerepelt benne ilyen formában. Akik például igen, hogyha megnézzük a pillanat. Az Úr szót, az 7282-ször szerepel a Károliban,
és mindössze 2000-szer a másik verzióban ez az Easy to Read. És amit a Károliban úrnak fordítanak, az örökké való a másik verzióban, ami magyarul ugye a Yahuwah nagyjából azt jelenti örökké való. Szóval a név egy másik történet. Megnézzük ezt a linket. Igen, nem olvastam én ezt a Church of God linket, de akit érdekel, átnézheti. Úgy látom, hogy azt írja, hogy a Szentírás különbséget tesz Júda háza, a zsidók és Izrael háza az elvezett 10 törzs között, amíg ezzel nem vagyunk tisztában, a Biblia proféciák nagy részét egyszerűen nem fogjuk megérteni. Pontosan így van. Ez a baj, hogy a keresztények nem olvassák, és így nem is lehet megérteni. Ha valaki azt mondja, hogy az Ószövetség, azt nekünk nem kell tudni, és nem fogja olvasni, akkor hogy képzeli, hogy megérti az egész könyvet? Nincs egyetlen másik könyv sem, amit azt mondaná, hogy elkezdem a végén, elolvasok néhány fejezetet Páltól, onnantól kezdve a többit ki lehet dobni, és én értem az egészet. És figyelmen kívül hagyom azt, akire azt mondom, hogy én őt követem. Az egy nagyon, nagyon rossz elképzelés. De én nem hibáztatom őket, vagyis hogy igen, de hogy nem. Hogy mondjam, én nem haragszom senkire, ezért csak nehéz ezzel küzdeni. Mindenkinek ezzel meg kell majd küzdeni egyébként. Meg kell gondolom küzd is ezzel mindenki. Napi szinten. Mert valahogy. De a legnagyobb kérdés igazság szerint az lenne, hogy mondja meg azt, hogy mi az, ami számára nehéz a parancsolatokban. Mi az, ami szerinte lehetetlen. Mi az, amit nem lehet betartani. Mert ha az, hogy hörcsögöt nem lehet enni, meg pucércsigát, az nehézség, akkor értem, de azon kívül mi az, amit. Mi az, ami problémát okoz? Vagy ha az probléma, hogy ne ölj, ne lopj, akkor nyilván. De azon kívül igazából nincs ott semmi olyasmi, amit olyan nehéz lenne betartani, hogy most mindenkinek szét kellene szakadni, hogy ezeket a dolgokat meg tudja tartani, vagy oda van írva. Egy idő után biztos vagy benne, hogy mindenki ki tudja alakítani az életét úgy, hogy a szombatnapot, ahogy ő gondolja, amelyikbe ő hisz, azt meg tudja tartani, az ünnepnapokat kiveszi szabadságnak, azt visz lát. Az, hogy mit eszik valaki, hát vannak emberek a világon nagyon sokan, akik semmit nem esznek hosszú ideig, mert nincs. Ennek ellenére élnek. De az kellene, hogy legyen a kérdés. Hogy mi az, ami számodra nehézséget okoz, hogy betartsd. Melyik az a parancsolat? Mutasd meg. Amit nem lehet betartani. Vagy amit olyan nehéz betartani. És ha van olyan, ha tud mutatni olyat, akkor arra kell keresni egy megoldást, hogy miért. Akarja, vagy nem. A kérdés az, hogy akar-e tanulni erről az egészről, vagy nem. Hogy lennének már ezek mind zsidók, mikor itt írja, hogy Júda nemzetségéből 12 000, a többi meg már másik törzsből való. És ráadásul leírja, hogy az Izrael, hogy a 144 000 az Izraelből való. Egyébként biztos vagyok benne, hogy itt ez leírja a Jelenések könyve 7. És nem azt írja, hogy zsidó, hanem azt írja majd, hogy Izrael, majd figyel meg. És ez lesz az utolsó és vége. De és hallám, és ez előtti verset küldte. És hallám a megpecsételtek számát 144 000 az Izrael fiainak minden nemzetségéből.
Itt írja, hogy az Izrael fia, az első meg az, hogy Júda nemzetségében 12 ezer Júda, ami ugye Jahuda, vagyis zsidó, magyarul idézőjelben. És itt írja le, hogy ez mind Izrael fiai, nem mind Júda fiai, úgyhogy érdekes. Ezt küld el neki. Ez az az előtti verszak. Ezek itt mind zsidó származású. Hát nem tudom, ez nehéz eset azzal vitatkozni, mert ugye alapvető problémák vannak. De figyelj, csak idő kérdése. Türelem. És lehet, hogy majd egy nap megérti, mint ahogy nagyon sokan megértettük ezt. De a probléma az, hogy egy-egy ilyen, ha ezzel az a lényeg, hogy ha mi szilárdan állunk ott, ahol mi vagyunk, akkor teljesen mindegy, hogy mi zúdul ránk, de így is, úgy is előbb-utóbb hatással lesz az ember, ha sokat hallja ezt a sületlenséget. Úgyhogy én óvatos lennék azzal, hogy mennyit foglalkozok olyanokkal, akiknek tényleg fogalma sincs, és nem is akarják megérteni. Szóval óvatosan érdemes másokkal adni egy kis információt, amennyiben meggondolják, és úgy tűnik, hogy érdekli őket, és tanulni akarnak, és változtatnak az életükön, akkor halleluja, és akkor folytatja az ember. Amennyiben nem, és csak próbálják a saját maguk igazát mondani, vagy pedig ellentmondást keresni, vagy vitatkozni, akkor azzal szépen az ember így eloldalog onnan, azzal nincs értelme foglalkozni, mert egyszerűen nem fogja megérteni. És van ebből rengeteg. De az is lehet, hogy később megért, és stb. De amíg nem, addig nem. Jó, jövő héten folytatjuk, és lehet, hogy egy fél órával hamarabb kezdjük, és akkor nem lesz ilyen késő, mire vége lesz. Majd szerintem 7:30 lehet, hogy jobb lenne. Úgyhogy köszönet mindenkinek, hogy itt volt, köszönet Jahuának, és remélem hasznosnak találtátok. Ja igen, ha megosztjátok a videókat, az nagyszerű, az óriási segítség, meg akinek van ötlete az oldalra, írni akar valamit, csinálni akar valamit, az írjon, mert van rá hely, lehetséges ez, és azt is mondtam, hogy a YouTube-on amennyiben a reklámokra kattingatok, tudjátok támogatni az oldalt teljesen ingyen, valamennyi időbe telik, de ezen kívül semmi más. És ennyi, igazából. Az, hogy kívülről fúj a Bibliát, mint a melléket ábra mutatja, nem számít. De mindenkinek a legjobbakat, akinek kérdése úgyis megtalál, jövő héten folytatjuk, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!